Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Nemrégiben számoltunk be a Székesfehérvári Alakuló Balett Színháznak az előadásáról, és most egy újabb időpont közeledik, hiszen jövő héten szerdán lesz a nagy sikerű korábbi blablabla estnek kvázi az ismétlése a színházban, de nem egészen az ismétlése. Erről is fogunk beszélgetni Gerházi Attilával, a társulat vezetőjével, a Balett Színház igazgatójával. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásokat. Én köszönöm a meghívást, köszönöm szépen. Mozgalmas lesz a nyár. Igen, mozgalmas lesz a nyár. Az elmúlt fél évünk is nagyon, nagyon mozgalmas volt, és most a fináléba érkeztünk. Ugye az utolsó akkord fog felcsendülni június 13-án jövő szerdán. A Székesfehérvári Balett Színház első etapjába, hogy úgymond a megalakulásunk előtt, az intézményes formában megkezdett működésünk előtt, és erre nagyon készülünk, ez nagyon fontos. Másodszor fogjuk előadni a Blablabla című produkciónkat, nagy sikerre való tekintettel, de azok is, akik látták, én jó szívvel tudom ajánlani, hiszen lesz egy bónusz track, úgymond a programba, olyan balettet is be fogunk mutatni, fogunk játszani, amit a március 22-i estünkön nem játszottunk. Tehát akkor lesz benne új elem is, meg ott lesznek a régi, jól bevett, régi, lehet ezt így mondani, nem hát is hiszem, egyszer játszottuk, és hát mivel mi repertoár színház vagyunk, táncszínház és repertoár színház leszünk, azért egy párszor szeretnénk eljátszani egy bemutatónkat, egy programunkat. Ugye korábban, amikor az első előadásról készítettünk itt egy ilyen hasonló beszélgetést a Paletta magazinban, akkor ugye arról is szó volt, hogy ezek táncversek, meg egy ilyen különleges éve van ennek az estének, gondolom, hogy ez az év megmarad. Igen, igen, a szerkesztés az esnek az ugyanaz, tehát tulajdonképpen azt elmondtam talán a múltkor is, hogy a repertoárunk két alappilléren fog állni. Az egyik az úgynevezett táncversek, hogy maradjunk az irodalmi hasonlatnál, amik nem cselekményes balettek, de képesek cselekményeket előhívni, ez a céljuk a nézőkből. Asszociációs játékra invitálják a nézőket, mint ahogy a versek is teszik. A másik pedig, amikor már nagyon létszámmal dolgozik majd az együttes, a társulat, akkor cselekményes baletteket is szeretnénk színpadra állítani. A Művészetek Házában volt ugye nemrég a bemutatkozótok, hogy sikerült? A vártnál jobban, hiszen egy olyan helyszínről beszélünk, amit én nagyon szeretek, de a közönség nem feltétlenül arról ismeri a Művészetek Házát, hogy a színházi előadások, vagy akár táncszínházi előadások szoktak zajlani. Átvarázsoltuk munkatársaimmal, nagyszerű munkát végeztek ezt a helyszínt, játszóképes állapotba hoztuk, tehát egy nagyon klassz színházat csináltunk emelt nézőtérrel, úgyhogy én jó szívvel tudom ajánlani, a jövőben is játszóhelyünk lesz, hogy azok is, akik esetleg prekoncepcióval vannak, hogy hú, hát ott hogy lehet színházi előadást csinálni, lehet, és ez nagyon, nagyon jól sikerült estünk volt, és a közönség nagyon szerette ezt az estet. Ott ugye a repertoár egy kicsit könnyedebb, játékosabb hangvétel volt. A Blablablánál is nyilván van játékosság, de azért az magasabb tartalmat közvetít, nem? Igen, de nem ijesztő módon. Tehát azt tudnám mondani, ha egy szóba kéne ezt belepréselnem, hogy költészet. Tehát a költészetnek nagyon sok arca van. Van humor, van drámaiság, van líra. És ez mind ebbe a programban most azt gondolom, hogy megtalálható. A Blablabla a kommunikációról szól, ez ugye a címadó darab is. Mégis egy kicsit, hogy ezt ki kéne bontanod, akkor mi a fő gondolatisága? Hát igen, a kommunikáció megváltozott, az emberi kommunikáció. Felgyorsult, kütyüken keresztül kommunikálunk, egyre kevésbé kommunikálunk, egyre kevésbé találunk időt rá, felgyorsult a világ. Hogy személyesen, mint hogy mi ülünk most egy asztalnál, és jót beszélgetünk, ez egyre kezd elkopni. Most már egyre többet látni olyan kávézókat, ahol ki van írva, hogy wifi nincs, beszélgessetek. Tehát ennek a fonákját, a kommunikációnak a fonákját, egy persziflás a kommunikációra, úgymond egy költői persziflás, tánc nyelven elmondva, vagy megfogalmazva. Úgyhogy ez áll a fókuszba a Blablabla című produkciónak, és ígérhetem, hogy a táncosok nem mellé fognak beszélni, hanem magukért fognak beszélni.
Hogyha már említetted ezt a felgyorsult kommunikációt, az a művészeknek, a művészetnek is ad feladatot bőven, hogy ezekre reflektáljanak, nem? Erre reflektálnak is szép számmal mind a zene. Hallgassuk meg a zenét Mozart idejébe és ma egy fesztiválra, úgymond elmegy az ember, hogy micsoda különbség van. Táncszínház nagyon erősen reflektál, a kortárs táncszínház, a különböző arcai a kortárs táncszínháznak, de a színház, illetve a próza is reflektál erre, azt gondolom, és így a mi előadásunk is. Kortárs táncszínház, ezt ugye említetted, meg már többször beszéltünk arról, hogy ne legyenek skatulyák, ezért nem is jó talán a kortárs balett, meg a klasszikus balett sem, hiszen ti táncszínház, balettszínház vagytok. Igen. Tehát a balett a semmiképpen a mi esetünkben nem egy műfaji meghatározás jelent, bár klasszikus baletten tréningezett táncosok az együttes tagjai, és mai napi klasszikus balettet és kortárs technikákat is tréningezünk, de ezek mind eszközök. A formanyelv, amin dolgozunk, az nem klasszikus balett, tehát a színházban van a lényeg, és azt gondolom ezért a neve a balettszínháznak, hogy Székesfehérvári Balettszínház, mert színházat hozunk létre, teremtünk a tánc nyelvén, a mozgás nyelvén. Ez is egyfajta válasz lehet a megváltozott kommunikációra, meg arra a sok-sok ingerre, amit ugye kapnak az emberek. Nagyon is. És a balett szót is azért, és nem műfaji meghatározásként benne hagytam, mert azt szeretnénk ezzel is üzenni, jelezni, hogy az meglévő értékeinket, kulturális, történelmi értékek nem szabad kidobni, hanem rá kell építeni. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a balett szó benne maradt, mert azt a kultúrát, amit a balett egy nagyon gazdag kultúra, ma már múzeum, és ezt a múzeumot őrizni és ápolni kell, és erre hivatott az én felfogásom szerint a Magyar Nemzeti Balett, és minden országnak a nemzeti balettje, hogy ezt a múzeumot magas szinten ápolja, de majd egyszer mi leszünk a múzeum? És hogyha csak a múzeumot ápoljuk, csak a balettet, csak a klasszikus balettet, akkor mit adunk át a jövő generációnak, viszont ha elfelejtjük és arra nem épülünk, akkor az szerintem egy dőreség, mert olyan értékeket dobunk ki az ablakon, amik szerintem nagyon komoly alapul szolgálhatnak egy nagyon komoly épület megépítésére. De ez olyan, mint talán a tudomány is, hogy ott is vannak az alapok, amiket ápolnak, és nyilván mindig mindenkor hozzáteszi a maga tudását. Ez egy folytonosság, egy folyamat, ez egy láncként épül egymásra, és nem szabad láncszemeket ignorálni, kivenni, eldobni, mert az egész lánc sérül és összeomlik. Akkor lehet a Székesfehérvári Balettnek a színháza jellegzetessége? Pontosan, igen. Valahogy így kell tekinteni a mi intézményünkre, vagy színházunkra. Ugye az is egyedüli dolog, hogy egy balettársulat alakul, mondhatjuk ezt, nem? Tehát ez egy ilyen tánctörténeti eseménynek is számít ma itt a 21. században. Ez mindenképpen, kapom is a telefonokat, a gratulációkat, és természetesen én ezt innen is, és majd később is továbbítom az én munkatársaimnak, és a városvezetés dicséri ez a döntés, hogy előre tekint, és értéket hoz létre. És ma nem jellemző a világban, hogy balettársulatok, vagy egyáltalán társulatok szülessenek. Van rá példa, ezelőtt 20 évvel egy svájci kollégám alapított hasonló társulatot, fel is hívott gyorsan telefon, hogy gratulálok, te megcsináltad ezt a csodát, és elmondta, hogy neki is voltak segítői, hát ez nem egy one-man show. Ez nagyon sok ember munkáját dicséri. Ugye beszéltünk arról már, hogy augusztusban kezdődik majd a társulat építés, az alapok lerakása. Milyen főbb mérföldkövet következnek majd? Tulajdonképpen a társulat építés már elkezdődött és folyik napjainkban is, most is, jelenleg is. Ez az előadásunk és a 13. előadásunk is egy nagyon komoly mérföldköve lesz. Hát ez egy folyamatos építkezés, aminek nem is tudom, van-e eleje, vagy lesz-e vége, ez egy folyamatos építkezés. Egy nagyon erős repertoárt szeretnénk létrehozni, egy nagyon erős táncszínházi társulatot szeretnék felépíteni, ezt években mérik. Egy nagyon erős együttes társulatot szeretnék létrehozni, akik együtt tudnak gondolkozni, dolgozni, és egy olyan nemzetközi repertoárt, amiben az én darabjaim mellett neves külföldi koreográfusok, és megkeresni hazai koreográfusokat, és új fiatal koreográfusokat, akiknek a műveit szeretném majd bemutatni.
Mire számíthatnak azok, egy kicsit akkor visszakanyarodok megint, akik elmennek a Blababára? Említetted, hogy lesz egy bónusz track. Nem szeretném, hogyha lelőnéd a meglepetést, de azért valami kis apróságot árulj el belőle. Nagyon fontos tudni egy színháznak, hogy ez egy élő dolog. Tehát két egyforma előadást nem lát a néző. Ezért is szoktak, én legalábbis szoktam elmenni általam kedvelt társulatoknak az előadásait többször megnézni, és teljesen új dolgokat fedezek fel benne, olyanokat, amiket nem vettem észre korábban. És ezért nagyon izgalmas. Ez nem úgy van, hogy megfestette a Rembrandt az éjjeli őrjáratot, és akkor egyszer megnézem, jó, beég az agyamba, de azt is jó egyébként még egyszer megnézni, mert hát, ha észreveszek olyan aspektusát, amit akkor nem fedeztem fel. A színháznál ez hatványozottan van így. Ezt mi még megfejeljük azzal, hogy egy olyan új produkciót is színpadra állítunk most, amit korábban nem, amit én sem szeretnék lelőni, úgymond. Úgyhogy a színházba járás az nem csak abból állhat esetleg, hogy megnézek egyszer egy darabot, és akkor azzal én ezt letudtam. Főleg a táncszínháznál nagyon gyorsan pörögnek az események, és változnak a képek. Ott meg sokszor lemaradhat az ember bizonyos dolgokról, úgyhogy érdemes megnézni azoknak is, akik eddig nem látták, és azoknak meg aztán végképp tudom ajánlani, akik meg egyáltalán nem látták a táncszínházunkat. Ez ugye egy mérföldkő, aztán megyünk tovább, lesz majd az augusztus, amikor majd bővülni fog a társulat. Lesz idő azért közben valami kis pihenésre, hiszen az is fontos, hogy azért fel tudjanak töltődni a táncosok, vagy hogy fog telni a nyár? Természetesen, itt a júniusi előadásunkat követően még egy darabig próbálunk, és utána szabadság következik, illetve pihenő táncosoknak, hiszen mobiltelefont is be kell dugni, tölteni. Táncosok nagyon-nagyon intenzíven dolgoznak és élnek, úgyhogy muszáj lelkileg is, fizikálisan is feltöltődniük, és utána augusztus elejétől megyünk tovább, folytatjuk azt a munkát, amit megkezdtünk, illetve hát elkezdődik az intézményi lét. És akkor augusztus után már számíthatunk arra, hogy akkor bővül is a társulat, ez a 13-as szám volt, igen. Az első cél. Igen, 13 fővel indulunk, 13 táncművész közalkalmazotti szerződésben fog dolgozni az együttesbe, de a létszám, tehát a társulat, a Balettszínház létszáma 21 fővel indulunk, és én nagyon szeretném bővíteni a táncosok létszámát a jövő évben 16 főre, azon oknál fogva, hogy az már egy olyan kezelhető létszám, amivel cselekményes baletteket gond nélkül tudunk játszani, vagy az általam elképzelt cselekményes baletteket, ez alatt nem lehet igazán jól, de szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok fiatal táncos érdeklődik a társulat iránt, és lesznek ösztöndíjasok, akik tanulmányként fognak részt venni a mi munkánkban. No, hát akkor munkás lesz az elkövetkező időszak is. A június 13-ai előadással kapcsolatban gondolom minden információ és részlet megtalálható a fehérváribalett.hu-n. Igen, és nagyon sok szeretettel várom. Minden korosztályt egyébként, mert én azt gondolom, hogy ez a programunk is minden korosztálynak szól. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel jelentkezünk holnap is itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!